Boldog asszony, ősvallásunk, Isten asszonya. Ezt a címet viselte az Értékeink élőben című előadás sorozat múlt pénteki rendezvénye. Az Edwin Malom fogadóban összegyűltek, azonban nem csak boldog asszony szerepéről, hanem a női szerepekről is számos érdekességet hallhattak. Dr. Varga Tibor előadásának középpontjában ezúttal boldog asszony alakja állt. A témánk tulajdonképpen a régi istenhit, illetve boldogasszonyhoz fűződő, nagy boldogasszonyhoz fűződő hitről lesz szó. Aztán persze itt most már lassan indul az advent, az adventről is, tehát tulajdonképpen a régi magyar kereszténységről lesz szó. Meg hát a nő szerepéről a régi magyar társadalomban, mert végigveszük a boldogasszony ünnepeket, ugye itt a sarlos boldogasszonytól kezdve gyümölcsoltó boldogasszonyig, aztán sőt még az immakuláta koncepcióról is szó lesz, aztán arról is szó lesz, hogy hogyan szültek régen az asszonyok, hogy mi az a boldogasszony ágya, aztán hogy mi a boldogasszony köténye, akkor hogyan feküdték az ágyat, aztán hogyan óhajtották az életet, tehát aki hogy mit tett az, aki szeretett volna, hogy ő megfogadjon, illetve hogy áldott állapotba kerüljön, hogy a Szent Annához imádkoztak, akkor ki az a keddasszonya. Tehát ez lesz a mostani témánk. Mindezen érdekességek megismertetéséhez az előadó egészen messzi múltba vezette vissza hallgatóságát. Nagyon mélyre lehet visszamenni, mert ugye hát eleve problémás olyan szempontból, hogy a kereszténység az nem 2000 éves vallás, ugye el volt tervezve a világnak a megváltása. És úgy ehhez képest a maga a boldogasszony, nagy boldogasszony, az tulajdonképpen ugyanaz, mint a szűzanya, csak más, csak nincs annyira tisztán a törvény előttünk, mint azután, miután Jézus megszületett. Úgyhogy tulajdonképpen egészen messzi lehet kutakodni ilyen téren, de a legkésőbbi időpontban is ugye már Szent Istvánnál Gellérttel kapcsolatban el lehet mondani, hogy már beszélnek boldogasszonyról, nagy boldogasszonyról, de mondom, ez jóval korábbi. Boldogasszony személye több alakban is megjelenik a vallásban. Ő óvja például az áldott állapotban lévő asszonyokat. De a magyarok számára még ennél is nagyobb jelentőségűnek kellene lennie, véli dr. Varga Tibor. Ugyanaz a személy, ugye kisasszony, aki szeptember 8-a a szűzanya születésnapja, de ugyanaz a személy nagy boldogasszony, de ő már az, aki testálta a fővétetnek, és amelynek királynőjének koronáztatnak. Most ugye nekem az a meglátásom, hogy ez nekünk nemzeti ünnepünk, elég furcsa dolog, hogy mi ezt nem ünnepeljük meg. Ugye az augusztus 15-én van. Tudnék, ugye amikor felajánlották az országot, 1038. augusztus 15-én, ugye ekkor hal meg Szent István, és a Hartwig-féle legenda szerint, bár a nagyobb legendában folyamatosan ajánlja fel az országot, Hartwig-féle legenda szerint ugye a halála pillanatában, nagy boldogasszony napján az országot a benne élő népekkel együtt felajánlja a szűzanyának, aki ezt el is fogadja. Tehát egyrészt van egy ilyen viszonyunk is Jézus Krisztus édesanyjához, másrészt megmondom, valahogy a nőiség a magyar társadalomban követhető nagy boldogasszony kapcsolatban. Egyébként úgy tartották, hogy aki áldott állapotban van, az nagy boldogasszony védelme alatt van, és amikor megszületik a gyerek, a boldogasszony ágyát fekszi, akkor az édesanyja, akkor az édesanyja és a gyermek, az már boldogasszony védelme alatt van, és meg két angyal megküldenek az édesanyjának is, megküldenek a gyermeknek is. Dr. Varga Tibor előadásában úgy fogalmazott, a mai magyarság sajnos nem él a szűzanya közelében. Ugyanaz a személy, ugye kisasszony, aki szeptember 8-a a szűzanya születésnapja, de ugyanaz a személy nagy boldogasszony, de ő már az, aki testálta a fővétetnek, és amelynek királynőjének koronáztatnak. Most ugye nekem az a meglátásom, hogy ez nekünk nemzeti ünnepünk, elég furcsa dolog, hogy mi ezt nem ünnepeljük meg. Ugye az augusztus 15-én van. Tudnék, ugye amikor felajánlották az országot, 1038. augusztus 15-én, ugye ekkor hal meg Szent István, és a Hartwig-féle legenda szerint, bár a nagyobb legendában folyamatosan ajánlja fel az országot, Hartwig-féle legenda szerint ugye a halála pillanatában, nagy boldogasszony napján az országot a benne élő népekkel együtt felajánlja a szűzanyának, aki ezt el is fogadja. Tehát egyrészt van egy ilyen viszonyunk is Jézus Krisztus édesanyjához, másrészt megmondom, valahogy a nőiség a magyar
társadalomban követhető nagy boldogasszony kapcsolatban. Egyébként úgy tartották, hogy aki áldott állapotban van, az nagy boldogasszony védelme alatt van, és amikor megszületik a gyerek, a boldogasszony ágyát fekszi, akkor az édesanyja, és a gyermek, az már boldogasszony védelme alatt van, és meg két angyal megküldenek az édesanyának is, megküldenek a gyermeknek is. Dr. Varga Tibor előadásában úgy fogalmazott, a mai magyarság sajnos nem él a szűzanya közelében. Veszük a boldogasszony ünnepeket, ugye, itt a sallos boldogasszonytól kezdve gyümölcsoltó boldogasszonyig, aztán, sőt, még az immakuláta koncepcióról is szó lesz, aztán arról is szó lesz, hogy hogyan szültek régen az asszonyok, hogy mi az a boldogasszony ágya, aztán, hogy mi a boldogasszony köténye, akkor hogyan feküdték az ágyat, aztán hogyan óhajtották az életet, tehát aki hogy mit tett az, aki szeretett volna, hogy ő megfogadjon, illetve hogy áldott állapotba kerüljön, hogy a Szent Annához imádkoztak, akkor ki az a keddasszonya. Tehát ez lesz a mostani témánk. Mindezen érdekességek megismertetéséhez az előadó egészen messzi múltba vezette vissza hallgatóságát. Nagyon mélyre lehet visszamenni, mert ugye hát eleve problémás olyan szempontból, hogy a kereszténység az nem 2000 éves vallás, ugye el volt tervezve a világnak a megváltása. És úgy ehhez képest a maga a boldogasszony, nagy boldogasszony, az tulajdonképpen ugyanaz, mint a szűzanya, csak nincs annyira tisztán a törvény előttünk, mint azután, miután Jézus megszületett. Úgyhogy tulajdonképpen egészen messzi lehet kutakodni ilyen téren, de a legkésőbbi időpontban is ugye már Szent Istvánnál Gellérttel kapcsolatban el lehet mondani, hogy már beszélnek boldogasszonyról, nagy boldogasszonyról, de mondom, ez jóval korábbi. Boldogasszony személye több alakban is megjelenik a vallásban. Ő óvja